20 percen keresztül szorította lengyel vendége nyakát a hajdúszoboszlói tetováló művész. A Kékfénynek nyilatkozó nyomozók szerint a férfi valósággal megkönnyebbült, amikor végre bevallotta, hogy élettársával együtt megöltek külföldi barátját. Pedig a pár nem sokkal korábban még mindent megtett, hogy leplezze a gyilkosságot. 2 méter mély gödörbe temették, és be is betonozták a holttestet. Részletesen egyeztették azt is, hogy mit mondanak majd a rendőröknek, ha náluk keresik a lengyel férfit. A bűntudatukra építő kihallgatási taktika azonban megtörte őket. Dermedten követték az utasításokat a hajdúszoboszlói gyilkosok a debreceni járásbíróságon. Mentek, álltak, ültek, némán szinte önkívületi állapotban. A nő hajába rejtette arcát, a férfi kisenyította a szemét, úgy várta a sorsát. Még egymásról se vettek tudomást. A 152-esbe kérem, fáradjanak be. Ekkor már 3 éjszakát börtöncellába zárva töltöttek, talán életükben nem gondolták, hogy ez megtörténhet. Október elején Lengyelországból érkezett riasztás a Hajdú-Bihar vármegyei rendőrkapitányságra. Egy család eltűnt hozzátartozóját kereste, akiről úgy tudták, hogy utoljára Hajdúszoboszlóra érkezett látogatóba. A rendőrök hamar kiderítették, hogy a képen látható 43 éves Tomeket a magyar pár látta vendégül. A két férfi évekkel ezelőtt együtt dolgozott Angliában, elhatározták, hogy a lengyel ősszel eljön régi ismerőseihez Magyarországra. A 31 éves nő és 41 éves barátja Hajdúszoboszló szomszédságában Nagyhegyesen élt ezen a portán. Itt látták vendégül Tomeket. Amikor a rendőrök kijöttek körülnézni, a pár azzal állt elő, hogy szeptember 30-án este szalonnát csütögettek a háznál, és beszélgetés közben elég sokat ittak. Mire másnap felébredtek, a vendégük minden holmiával együtt eltűnt. Nem látszott elképzelhetetlennek, hogy a lengyel férfi esetleg belefulladhatott a ház közelében húzódó keleti főcsatornába. A pár viselkedése azonban gyanút ébresztett a nyomozókban, bevitték őket a kapitányságra. A nőt szentesi rendőrfőhadnagy hallgatta ki. Próbáltam olyan információkat gyűjteni, ami alapján előrébb lehet jutni ebben az egész ügyben. A nyomozó igyekezett rekonstruálni az utolsó estét. Látta a nőn, hogy erősen tartja magát, de titkol valamit. Apránként kezdte becserkészni. A barátjával megbeszélték azt, hogy mit fognak majd mondani, hogy lesz az, mi lesz, hogyha megbuknak, de nyilván azokra a részletekre voltak ilyen olyan apró ellentmondások, amivel nem számolt, és a végén egy célrányos kérdéssel igen mondott, és utána megborult, tehát elmondott mindent. A nő azt mondja, már csak a férfiak dulakodására lett figyelmes. A vendég próbált felülkerekedni, de közel 2 méteres termetével nehezen fért el az alacsony házban, a magyar férfinak sikerült földre vinni őt. A szintén erős fizikumú házigazda mégis nehezen bírt el Tomekkel, a nő segítségét kérte. Leakasztotta az ajtó melletti, az ajtó mellé felakasztott alumínium bézböltőt, és azt nyújtotta át a párjának. A magyar férfi többször lesújtott a lengyel fejére, de úgy érezte, nem tudott olyan nagy erőt kifejteni, meséli az őt kihallgató rendőrszázados. Ezután eldobta ezt az ütőt, és két kézzel fogta már a nyakát. Ez elég megdöbbentő, hogy az elmondása szerint legalább egy 20 percig tartotta abban a pozícióban, amire a teste elernyedt, és már nem mutatott életjelet. Az áldozat végül megfulladt. Órákon át tartó faggatózás után a pár nem csak a gyilkosságot, de azt is bevallotta, hová rejtették a lengyel holttestét. A holmiát egy hordóban elégették, a mobilját a csatornába dobták, majd fél napig ástak egy 2 méter mély gödröt a kertjükben. Beletették a tetemet, és 12 cm vastag betont öntöttek rá. A nő lerajzolta a hantolás helyszínét, a rendőrök a speciális kutatómentőket is bevonták a keresésbe. Kinget, a 2 éves belga juhászt élő és halott személyek keresésére képezték ki. Nemrégiben a törökországi földrengésben is sokat segített a bajba jutottaknak, és ezúttal is végrehajtotta a feladatát. A nagyhegyesi házhoz érve azonnal szagot fogott. A kertben egy autó tárolásra használt nyitott színhez rohant, ahol leadta a tetemjelzést.
Még nyers volt a beton, amikor törni kezdték, a helyszínen most is láttuk a kutatás nyomait. Körülbelül 1 méter, 1 méter 20 centi mélyen láttuk meg először a holttestnek a lábát, pontosabban a talpát. Onnastól kezdve a bűnügytechnikai osztály dolgozói átvették tőlünk a feladatot. Onnastól kezdve kislapát, kisecset, és óvatosan kellett, hogy a testen további sérülések megkeletkezzenek a halott szemléhez, illetve a bűnügyi vizsgálathoz. A magyar férfi látványosan megnyugodott, miután bevallotta a gyilkosságot, mondja Koncz százados. 10 napig hallgatott, alig aludt, végül a rendőröknek sikerült megtörni a tagadását. 10 nappal korábbról beszélünk, és azóta emésztette. Ugye itt ebben az esetben az idő nekünk kedvezett, ha ez 1-2 nappal utána történik, akkor lehet, hogy az ő lelke, az ő mentális állapota nem olyan még, hogy ezt elmondta volna. Ezek az emberek nem akartak ölni, mondja Komóci Mihály igazságügyi pszichológus szakértő. Miután indulataik lecsillapodtak, valószínűleg a rettegés lett úrrá rajtuk, a föld színéről is próbálták eltüntetni a holttestet. De hiába igyekeztek minden erejükkel leplezni a tettüket, a bűntudat maga alá gyűrte őket. Az egész életének az erkölcsi tanításával ez ellenkezik. És elkezdi örülni ez a bűntudat. Visszajön az álmaiba, a gondolataiba, feszülté válik, szorongani kezd, elementáris félelem a lebukástól, és aztán jön a megkönnyebbülés, hogy ezt elmondhatta, vállalva az ítéletet is. A gyilkos férfin azonnal látták a nyomozók, hogy valami rettenetesen nyomja a lelkét, már csak meg kellett találni azt az utat, amivel beismerésre késztetik. Úgy kellett hozzáállni, mint egy emberhez. És nem is volt nehéz, mert a benyomásom szerint ők olyan emberek, akik járnak az utcán, csak belekerültek egy olyan spirálba, amiből már nem lehetett kijönni. A pár büntetlen előéletű, tetováló művészként dolgoztak egy hajdúszoboszlói szalomban. A férfi Kovács is fizikai erejét ez is magyarázza. Az egyelőre homályos, hogy miért kezdett el a két jó barát verekedni, és hogy fajult el gyilkosságig. A gyanúsítottak most azzal védekeznek, hogy nem csak ivott, hanem valamilyen szert is bevett a nagy darab lengyel, amitől kötekedővé vált, szinte magából kifordulva örjöngött, és rájuk támadt. Ők csak megvédték magukat. Ennek azonban ellentmond az is, hogy a rendőrség értesítése helyett bebetonozták az áldozatot. Mindenkiben benne van valamilyen szinte az indulati válasz. És az indulati válasz rosszkor, rossz időben megtörténik, akkor bármi történt. Lehetnek olyan szenzitív helyzetek, ami kihoz az emberből olyat, amit nem is gondolod, hogy benne volt. Tevőlegesen a cimborája oltotta ki Tomek életét, de a nőt is emberöléssel gyanúsítják, mint bűnsegédet. Balsai István ügyvédet kérdeztük arról, hogy ez mit jelent, és mit kellett volna tennie a nőnek ahhoz, hogy ne legyen ő is gyanúsított a párja gyilkossági ügyében. Ha ő szándékerősítőleg jelen van a helyszínen, azzal is a bűncselekményt elköveti. Abban az esetben mentesül a felelősségre vonás elől, ha tudatja a résztvevőkkel azt, hogy ő ezen a cselekményen kívül áll, ő ebben nem folyik bele, és ő elhatárolódik az ott történtektől. A nő azzal is nagy bajba sodorta magát, hogy párja kérésére odaadta neki a baseballütőt, vagyis a bántalmazót segítette. A nőnek azt kellett volna tennie, hogy hívja a rendőrséget, és felszólítja a két felet arra, hogy hagyják abba a dulakodást, vagy valamilyen olyan magatartást próbál meg tanúsítani, amivel erre rá tudja bírni őket. Múlt pénteken a gyanúsítottak előzetes letartóztatásáról döntött a bíróság. Barátjuk megöléséért a középkorú nőt és párját évtizedes fegyházbüntetésre ítélhetik majd.